Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Advent van, az elsötétülés időszaka és a várakozás időszaka. Ezért nem is akartam túl nagy fényt, túl nagy megvilágítást, úgyhogy elnézést, hogyha egy kicsit ilyen fél homályban látnak engem. De még egyszer hangsúlyozom, szerettem volna visszaadni advent hangulatát. Tavaly elkészítettem az adventi gondolatok sorozatot, és most úgy éreztem, mármint a tavalyi megtekintések alapján, hogy lenne rá igény, hogy megint beszéljek egy picit az adventi időszak kapcsán spirituális dolgokról. Most viszont nem ez lesz a címe, hogy adventi gondolatok, hanem az lesz a címe, hogy advent első vasárnapjára, advent második vasárnapjára, advent harmadik vasárnapjára és advent negyedik vasárnapjára. Természetesen a listán, ugyanúgy az adventi gondolatok listán fogják megtalálni. Sokat törtem a fejem, hogy mi legyen az első gondolat, és mivel a napi dolgokkal előteljesen kapcsolódik, hogy a hold éppen melyik jelben van, ezt a háttérzúgást nézzék el nekem, mert ezen nem tudok változtatni, ugyanis szakad az eső kint, és azért ez hallatszik, még akkor is, hogyha, mint látják, csiptetős mikrofonnal dolgozom. Tehát az volt a gondolatom, hogy megnézem, hogy hol áll a hold ma advent első vasárnapján, és miután a szűzben áll, így ez adta az ötletet, illetve az ihletet ahhoz, hogy ma miről is beszéljek. És hát nagyjából így most azt ki lehet következtetni, hogy ezek szerint az elkövetkezendő hétvégeken a változó jelekben lesz a hold, tehát a nyilasban, az ikrekben, illetve a halakban lesz még majd lehetőség, hogy ezekről az összefüggésekről beszéljek. Tehát, ami nekem most a szűzhold által az eszembe jutott, illetve amit most így szeretnék átadni, az nem más, mint az áldozat, az áldozat fogalma, a szolgálat fogalma, illetve a talán ebbe a fogalomkörbe még akár az önfeladás is belefér. És hát nyilván azért beszélek erről, mert nagyon sokan rosszul értelmezik ezeket a fogalmakat. Valójában azt lehet mondani, hogy jó néhány beteg ember, aki áldozattá vált az életében, és teszem azt, rákbetegségben halálozott el, ők mind rosszul értékelték ezt a fogalmat. A másik, ami nagyon izgalmas dolog, hogy a nap már igaz bement a nyilas jelébe, de még a skorpió is érintve van, na nem a nap által, hanem bizony a Mars által, a saját ura által. Így egy kicsit erről is érdemes beszélni. Ebbe az áldozat fogalomkörbe a bűntudat, bűntudatkeltés fogalomköre is belefér, különösen amikor mások
keltik bennünk a úgynevezett bűntudatot. És hát ez az egész fogalomkör ugye a tettes és az áldozat játszmának is rendkívül erőteljes megnyilatkozása, úgyhogy itt az ideje, hogy beszéljünk egy picit erről. Azt hiszem, hogy talán az első probléma ott kezdődik, hogy az emberiségre rásütötték az eredendő bűn fogalmát. Az eredendő bűn az az lett volna, hogy a paradicsomban Ádám és Éva ettek a tudás fájáról. Ezt nevezik bűnbeesésnek. Nem fogadták meg az Isten kérését, hogy a kiválasztott fáról, amiről az úgynevezett tilalom fáról, arról nem lehet enni. A kígyó, vagy a kísértés megkísértette őket, és csak ettek. Milyen érdekes a tudás almáját, ugye? Tehát szimbolikusan az volt a baj, hogy ettek a tudás fájáról. Na most az a baj, hogy a magyar nyelvben igazában véve tehát ha azt mondjuk, hogy a tudás fája, akkor feltételezzük, hogy ez a szó, ez egy a tudás, tehát a tud valamit, ebből a szótőből indul ki. Na most az a baj, hogy ez nem így van. Ugyanis nekik nem kellett enni a tudás fájáról, mert Istent színről színre látták. Ha nem is bírtak ránézni, de ott tapasztalták. És ez a tudás, ez a valódi tudás. Tehát a tudás fája az valójában nem más, és nem véletlenül hívják az ördögöt diabólusznak is. Tehát a kettősségnek, a dualitásnak, ha úgy tetszik, a fájáról ettek, és ez a téves tudás fája. Ez nem a valódi tudás fája. A valódi tudásnak ugyanis a birtokában voltak. Tehát ők valami más tudásra vágytak, azt hitték, hogy, tehát, hogy mondjam, miközben birtokában voltak a valódi tudásnak, nem voltak birtokában annak, hogy ez mit jelent. És azt hitték, hogy valamiről lemaradtak. És ez, ha egyáltalán lehet ezt a szót használni, hogy bűnbeesés, akkor ez az igazi egójátéka. Valamiről lemaradok, valamiből kimaradok. És ez az, ami minket számtalanszor megfektet az életünk során, és itt jelenik meg az a fogalomkör, amit ugye az áldozattal lehet kapcsolatba hozni, ez pedig a lemondás. Hogy mondja költőnk, ne nézz vágyait távolába. Egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába, magunkénak csak annyit mondhatunk. Nem kell mindig mindenütt ott lenni. Nem kell mindig mindenütt úgynevezett toppon lenni. Ráadásul itt az a legédesebb az egészben, hogy ki mondja meg, hogy mi a top. Tehát mikor vagyok én a toppon? Akkor, ha én is egy celeb vagyok, ha ismernek, ha sokan tudnak rólam, ha állandó megfigyelés alatt állok, ezt most nem titkos szolgálati értelemben, hanem hogy ugye tessék megnézni, milyen fantasztikus jó hely a Facebook.
állandóan fel lehet tenni mindenféle izgalmas dolgot, meg lehet osztani, és akkor el lehet azt érni, hogy állandóan rám figyelnek az emberek. Ez valójában végül is azt lehet mondani, hogy a Facebook ilyen szempontból, tehát hogyha most nem azt mondom, hogy minden szempontból, de ilyen szempontból a személyiség fejlődésben visszamaradott emberek nagyon jól érzik ott magukat. Hiszen ki akarja, hogy állandóan figyeljenek rá? A kisgyermek. A kisgyermek szeretné azt, hogy mindig a központban legyen. Ez az igazi oroszlán analógia. Mindig a központban lenni. Mindig beszéljenek rólam. Mindig téma legyek. Mindig fontos legyek. Mindig értékesnek lássanak mások. Egy idő után, ha az egyéni személyiség fejlődésünkben haladunk előre, akkor rá fogunk jönni arra, hogy ezek nem szükségszerű dolgok az életben. És hogy ezek miért az advent gondolatai? Hát azért, mert az advent az az elsötétedés időszakában az az időszak, amikor nem marad más hátra, mint a hit és a remény, hogy jön majd a világosság. Hogy lesz újból fény, hogy előbb vagy utóbb ennek a sötétségnek vége. És itt jelenik meg az a személyes, nagyon fontos meggyőződés, hogy előbb vagy utóbb a fény része leszek, mint ahogy az is voltam. És ha nagyon precíz akarok lenni, ha arra függesztem a figyelmemet, akkor a fény része vagyok most is. Tehát nem feltétlenül kerültünk ki az úgynevezett az isteni pixisből, de jelenleg magunkra húztunk egy sapkát, jó behúztuk a szemünkbe, és azt mondjuk, hogy nem látok, nem látok, nem látok. Tehát úgy viselkedünk, mintha, bocsánatot kérek a látássérült emberektől, mintha vakok lennénk. Ténylegesen, valójában azok vagyunk, mert ha például a Facebookot említem, ott nem az isteni fényt keressük, hanem azt a talmi fényt, amely egy estére, amikor ismét fölmegyek a Facebookra, és megnézem, hogy mit tudom én, hány lájkot kaptam, és akkor aznapra az éhségemet, azt ez a tapasztalás betölti. Az a baj, hogyha az áldozat szót használjuk, és a valódi értelmezését nézzük, akkor igazából véve elfog. Tehát az, aki igazi áldozatot vállal, és ezt örömmel teszi, ő már nem vállal áldozatot. Tehát valójában ameddig fáj az áldozatvállalás, ameddig nehézséget okoz az áldozatvállalás, ameddig mondjuk egy önbüntetésnek az ellentételezéseként tekintünk az áldozat. Tehát azért mondok le, mert így akarom jóváírni valamelyik bűnös cselekedetemet, addig teljességgel hamis úton járunk. Ha engem most nem érdekel a világból semmi, a figyelmemet az isteni fényre függesztem, a fókuszba azt a szeretetet állítom, ami Istennel kapcsol össze,
és legfeljebb elmélkedés szempontjából Jézus gondolatait, vagy szufi mesterek gondolatait, vagy a Bhagavad Gita-t olvasgatom, de itt nem az a leglényegesebb része a dolognak, hogy olvasgatom, hanem inkább az, hogy közben elmélkedek. Tehát elolvasok egy mondatot, és az értelmemet csak annyira használom, hogy ez az információ eljusson a szívembe. Igazában véve, akkor fogják kedves nézők észrevenni, hogy a szívüket megtalálta az információ, ha például a könnyek szöknek a szemükbe. Félreértés ne essék, a könnyek nem csak a szomorúság cseppjei a szemünkben, hanem az áhítat cseppjei is, a végtelen boldogság cseppjei is, és itt most megint azt mondanám, hogy a szent alázat cseppjei is. Ugye az áldozat hozatal, az alázat, ugye a magyarban az alázat szóhoz használjuk ezt a megfogalmazást, hogy meghunyászkodott. Nem, kérem szépen. Van egy pont, igen, ez a pont Péternél még nem működött. Tehát amikor levágja a szolga fülét, és azt mondja Jézus, hogy Péter, tedd vissza hűvejébe kardodat, írva vagyon, hogy aki kardot fog, kard által vész el. Nos, kérem szépen, ez a pont az, amikor nem könnyű pont, nem könnyű ezt megélni, nem könnyű erre, ebbe az irányba dönteni. Ha Szepes Máriának a csodálatos könyvét, a Vörös Oroszlánt megnézzük ebből a szempontból, ugye Hans Burgner egyszer csak téglával fejbe csapja a mesterét és megöli, mert az örök életitalát el akarja tőle rabolni. És az a gyönyörű, hogy Mária néni végigmegy a könyvben egészen odáig, amikor Hans Burgnerből is mester válik. És jön a tanítvány, és Hans Burgner tudja, hogy most jön a tégla. Már hogy ő is fejbe lesz csapva. Ez a karmája. És nem tesz semmit. Ez az alázat. Az igazi alázat az át van itatva végtelen szeretettel, tudással, felismeréssel, és a fókuszban a végtelen isteni fény található. Tehát a valódi alázat az nem áldozat. A külsőségben látszik áldozatnak. Áldozathozatalnak, aki a szívébe megtalálja az utat az Isten felé, a fény felé, az boldog örömmel mond le a földi élet hívságairól. Ő nem alázatoskodó, nem meghunyászkodó, valójában Isten és az isteni önmagam közé egy Kalló Jenő nevezetű személy áll. Kérem ezt mindenki magára is vonatkoztassa. Tehát, ha önként és dalolva lemondok Kalló Jenőről, akkor Isten és a valódi isteni önmagam között már nincs ék. A személyiségem ékje
már nem ékelődik. És a valódi fény, a valódi fényesség, amelyet itt szimbolikusan ez a gyertya is képvisel, az nem ekkora fényesség, az jóval, de jóval nagyobb fényesség. Raymond Moody, aki gyűjtötte a klinikai halálból visszatért embereknek a beszámolóit, a legelső alkalommal egy orvossal találkozott, tőle hallotta a legelső beszámolót. Ezt az urat egy Ricsi néven lehetett ismerni, és a magyar kiadások közül az egyik alkalommal Moody részletesen leírja a Ricsi beszámolóját. Ez az orvos 43-ba lett volna átdobva Európába, a II. Világháború idején, de tüdőgyulladást kapott karácsony előtt, és másfél napig volt a halottas házban. Mindenki úgy gondolta, hogy meghalt. És ő innen tért vissza. Hogy ma éle még, azt nem tudom, de amikor a könyvet kiadták, akkor még Ricsi életben volt, tehát a 80-as, 90-es években még élt. És ő mondja el, hogy egy pislákoló fény volt, ugye nagyon súlyos tüdőgyulladásban volt, és egy pislákoló fény volt abban a szobában, és ez a fény egyre erősödött, egyre nagyobb lett, és ahogy felült, akkor látta, hogy a teste az továbbra is ott fekszik az ágyba, tehát ha úgy tetszik, kiült a testéből. Ez nem mese, kérem szépen, én ezt átéltem, tehát pontosan tudom, hogy ilyen létezik, ilyen van, hogy kiülünk a testünkből. És azt fogalmazta meg magában, hogy most akkora a fény, hogyha a saját szemeimmel látnám, akkor megvakulnék. És aztán megjelent neki, Ricsi így írja le, hogy Jézus. Tehát valójában a klinikai halál állapotában volt, és kapott egy nagyon-nagyon hosszú vezetést, ha úgy tetszik, a túlvilágra. A könyvben nagyon szépen részletesen le van írva. Én valójában csak azért hoztam fel példának, mert hogy azt mondja, hogy akkora volt a fény, hogyha a saját szemeimmel láttam volna, megvakultam volna. Tehát a valódi fény ugye milyen érdekes ez az öngyilkosság dolog. Valójában az egónkat gyilkoljuk meg, ha úgy tetszik. De ez nincs kimérve. Isten teremtésében ez egy folyamat. És nincs elvárva, hogy ez ma történjen meg. És a lehető legjobb az a megoldás, amikor önként és dalolva mondok le az életnek nevezett hívságokról, illetve, hát most, hogy ne ennyire végletesen fogalmazzak, valójában azt gondolom, hogy minden pillanatban hálát adhatunk az Istennek. Azért, hogy létezünk, azért, hogy kapunk levegőt, azért, hogy beleharaphatunk egy csodálatos gyümölcsbe,
azért, hogy megérinthetünk valakit, vagy megérintenek minket. Azt hiszem, az első lépés ezen az úton az, hogy felfogjuk, hogy minden, amit magunknak tulajdonítunk, az valójában Istentől származik. És ha a távolabbi szándék, hogy vele találkozzunk, akkor most azt az eszközt, tehát félreértés ne essék, tehát a nevünk és az a fajta személyiség, ami a nevünkhöz tartozik, vagy ahogy ezt most szokták mondani, a kis ego, ez egy szükséges eszköz a fejlődésben. Aztán eljutunk, vagy eljuthatunk arra a pillanatra, amikor már minden mögött az isteni valóságot látjuk. Advent első vasárnapján, amely még egyszer mondom, a fénykeresés első vasárnapja, a reménytelenségből a remény megcsillan a kis gyertya fényében, erre figyelmeztet minket, hogy az életünk, és ha itt tetszik, minden november vége, vagy minden december eleje, egy újabb és újabb szembesítés, haladunk az év vége felé, ami az év vége analógiája, az egyben az életünk végére is figyelmeztet, tehát hogy a jelenlegi tudatom, a jelenlegi személyiségem az véges, tehát a jelenlegi életemben mit tehetek azért, és ugye ez megint egy izgalmas kérdés, meddig tervezgetem? Hajlamosak vagyunk mindig csak tervezgetni. Tehát itt és most mit tehetek azért, hogy az életem áldozatát letegyem képletesen mondva Isten lábai elé, és az sem egóból, tehát nézd Istenem, mekkora áldozat, ezt nézd meg, és tessék szíves ezt nekem jóváírni majd a túlvilágon, ez fabatka, ez nem ér semmit. Ezért mondtam, hogy az igazi Istenkeresés az már a boldogság kapuja. És ez már nem áldozat. És a valódi alázat, hogy kimondom, és így is érzem, Istenem, semmi nem az enyém, minden te vagy, minden te vagy. Most addig, amíg ez a logikai következtetés, addig ez kevéske. Amikor el tudom ezen sírni magam, akkor már a szívemből jön. Tehát oda kellene eljutni, hogy a felismerés intellektuális helyzetét meghaladva, ezt átélve, végtelen alázattal letérdelve, kimondjuk, Uram, minden te vagy. Ámen.